Napszakot kívánok mindenkinek. Azt hiszem, elérhetőek vagyunk, ugye? Yes, everything's good. Nem dobálok frame-et. Nem akadozik az internetem. Napszakot kedi. Szól a mindenem. Fantasztis. Na. Aliveni. A mai nap a 8-osan körbekevert stream menetrenddel úgy néz ki, hogy én vagyok, méghozzá Against the Storm-mal megint csak. Rég volt, pontosan igen, sajnos a múlt heti az kimaradt, nem nagyon fért bele az életembe, és káosz és anarchia volt. Meg internetbajok. De ma kaptam nemrég egyébként egy SMS-t, miszerint elvileg az internet hibát kijavították, úgyhogy talán most már nem lesz problémánk. Na, közben a mai nap itala nem más, mint ez a közepesen bizalomgerjesztőtlen zöld színű lötyi, ami egyébként lime és citrom. Jó kis savanyú. De elég fura színe van. Na, hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy azt akartam nektek megmutatni, miután mindjárt visszaállítom a játéknak a hangját, mert most le van némítva, hogy miért világt az zöld, Rutyi? Hát, Trojan, Fallout után kedvem támadtad egy kicsit. Zölden világító radioaktív cuccokat inni. Egyébként napszakot. Na, szóval, there we go, játék. Haló, mondom játék. Sikerült nem megmutatnom a... Igen, paksomat akciós. Sikerült nem megmutatnom, mert pont ahogy visszakatnítottam a játékba, hogy, hogy lássátok a képernyőt, pont akkor sikeresen elkatnítottam róla, de konkrétan az összes patch note és minden is le van fordítva magyarra, ami egyébként egy nagyon jó döntés. Nem tudom, hogy a deveknek van erre speckó emberük, vagy ez ilyen közösségi irányított dolog, de megtörténik. És tettek be, egyébként itt van bal felső sarokban, tehát végül is meg lehet nézni, csak itt volt nagy képernyőben. Van Twitch supportja, igen, és ha jól emlékszem, mint hogyha be is lenne kapcsolva, de mindjárt megnézzük. Twitch. Be vagyunk csatlakozva. És, ja, aha, lesz is, akkor szavaztatni fogok ám veletek, megint csak. Na, szóval, ugye új... Kaptunk új tisztes esemény típust, új sarokköveket és előnyöket, valamint jobb lesz a fa kijelölés, ugye manuálisan a mi az Istenben, a favágóknál, plusz balansz és egyéb dolgok, meg elvileg kapott egy kis Quality of Life UI update-et is. A rancsok majd mindjárt meglátod, hogy hogyan működik. Bele is mászunk rögtön a játékba. Gondoltam Trojan, tehát hogy nem volt kétségem a felől nehezebbé akarod tenni a játékomat. Eddig a tutoriálokon kívül két dolgot műveltünk, ugye első stream alatt a Viharvárad nevezetű, ugye Stormwind nevű várost raktuk össze, a második, vagy a települést második alatt pedig Just for Falva, ami egyébként így csak a hetsz kedvéért történt. És akkor most kéne Trojan falovat is fogsz hozni. Szóval most kéne választani valamit, ami közel visz minket valahova, de ez biztos. Ugye, hogyha teljesen új területre viszem, úgyhogy ne legyen átfedés a többivel, akkor több kaját kapok, vagy több resource-t kapok a végén. És itt elvileg... Ha erre nem is tudok jönni, túl messze van a legutóbbi városomtól. Ha, tehát akkor nekem ilyen... Okosan kéne itt lépkedjek, mi? Ó, hát akkor pakoljuk ide a cuccokat. Kezdhetek 6 darab gyikkal, vagy 3 ember 3 hóddal. Na most, egyelőre maradjunk a 3 ember 3 hódnál, mert jobban szeretem, hogyha a hódok vágnak fát. For obvious reasons. De ahogy elnézem, a gyíkok mellett több embert kapnék. Na, összefoglaló. Mink van? Kaja, XP, nagyon jó. Körülmények. Kapunk két pozitív, egy negatívot.
enyhe súlyossággal, plusz kirei rengeteg rendkívül dús, bővelkedik a faanyagban, a fák több fát adnak. Fák több fát ad, mi? Igen, úgy trajan. Mindenképpen. Nem. Szóval fából jön fa, gyonta, növényi rost és tojás. Míg természetes nyersanyagok között pedig találunk. Oké, tehát már azt most látom, hogy nagyon farmolni itt nem fogunk meg. Gomba, gyökér, ilyesmi, ezek ilyen... mind ilyen gyűjtögetősebb dolgok. Tehát az embereknek akkora nagy jelentősége nem lesz. Viszont húst találunk majd, meg tojást. Lehet, hogy jobban működne, hogyha mégis a gyíkokkal mennék. Az 8 emberes kezdés. Tudjátok mit, kezdjünk a gyíkokkal, jó lesz az úgy. Összefoglaló így úgy. Amúgy, és akkor van 4 pontunk, mert ugye legutóbb vettünk még plusz egy fejlesztést, ami adott egy kezdeti pontot. Vagy hát ilyen bevihetőt. És akkor hát fát az sokat fogok kapni, tehát fát bevinnem teljesen felesleges. Tojást viszont tudok gyűjteni, és akkor a tojást azt fel is tudom használni, úgyhogy vigyünk tojást be mindenképpen. És vigyünk be agyagot, és akkor még vigyünk be egy kis zsenge gyökereket és gyönge szekereket. Jó, ez így nagyjából jól hangzik, nevezzük el a települést. Van-e valakinek valami névötlete? Valami vicces vagy nem vicces? Aligil. Szép jó napot. Vagy hát napszakot. Radioaktív lötyi. Nem szeles, széles, mi? Nem széles, nem is szeles, esős ez a vidék. Ugyanis against the storm. Jó. Mindegy. Akkor legyen a település neve. Váratlan. Mert senki nem számított a spanyol inkvizícióra. És nincs vára. Badumc. Ja. Következő dolgot kaptuk. Ugye egyrészt volt a beígérte rengeteg ajándéka, több fát kapunk a fából, ami érdekes. Trajan az nem sokat segít rajtunk. Mint információ, ez elég sok helyen megtörtént. Azt mondja, a telepesek szerencséje, a falusiak 35% eséllyel nem fogyasztanak élelmet a pihenőiken. That's good. Súlyos cseppek, szemerkés víz termelés jobban működik. Meh, I don't care. Tiszta égbolt, 300% növeli az érkező kereskedők sebességét. Tepernek majd a kereskedők, mint az állat, tehát érdemes kereskedés alapú buildre mennünk. Viszont két negatívot kaptam. Az egyik az alapsötétség, ugye ez a -4 eltökéltség a vihar alatt. És van egy köd, hogyha az már egyes fenyegetéstől is aktív, 40%-kal lassabban mozognak a falusok. Jó, ez annyira nem probléma. Jó. Let's go. Válasszunk tervrajzokat, és akkor itt... látni fogjátok, hogy így működik a szavazás, hogy kaptok egy szavazást ott Twitch-en, beépített, integrált Twitch-es szavazás, nagyon fasz, nem kell parancsokat használni, csak kattingattok, és választhatok füvészkertből, ültetvényből, vagy gyűjtögető táborból. Ezek közül nagyjából mindegyik hasznos jelenleg, mert mind a hármat tudok szerezni. Talán a gyűjtögető tábor a leghasznosabb, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. És akkor mindjárt kiderül. Csak a füvészkert, mi az? Jó kis elte füvészkert Budapesten. No, és akkor most, mivel 50-50% lett a két cucc, ezért én választhatom ki a kettő közül. Gyökereket biztos tudunk szedni. Gyógynövényeket kérdőjel, mindjárt megnézzük, hogy tudunk-e szedni. Azt nem tudunk szedni.
Úgyhogy maradjunk a gyűjtögető tábornál, mert az zöldséget és gyökereket tud. Úgyhogy sorry, az most nem. Kettes számú. Ugye írnok, tekercseket, sört és szerszámot, ezek elég late game cuccok. Kabát, vizes tömlő, tekercsek, ez is közepesen late game, de inkább mid game. Vagy pedig a takács, aki szövetet tud nekünk gyártani méghozzá. Tudjátok, hogy ezt is megszavazom veletek, mert tök mindegy. Ahogy egyelőre tök mindegy, mert még egyikhez sincsen semmi. Úgyhogy hajrá. Hajrá, hajrá, Salgó Tarjan. Igazából bármit gyártok, ezek közül el tudom adni majd kereskedőnél, tehát az nem rossz. A kabát az meg kell majd az embereimnek, tehát a posztókereskedő is egy jó dolog. Az írnok, az, hát a tekercseket még nem próbáltam, hogy az mire jó, azt nemrég kaptam meg, ugye legutóbbi stream alatt unlockoltam ezt az egész dolgot, úgyhogy ez majd kiderül, hogy hosszú távon mennyire hasznos. És mindjárt lejár a savazás. És akkor van egy posztókereskedő, vagy egy takács opciónk. Na most a posztókereskedő az nagyon jó, mert a kabátot azt nagyon szeretem gyártani. Viszont ahhoz kell szövet. Tehát első körben megyünk a takács. És akkor a harmadik épület, amit kiválaszthatunk, fűrészmalom, deszkagyártásra értelemszerűen, téglagyártásra értelemszerűen, vagy ács, ami deszkát és szerszámot is tud, ezt is megszavaztatom veletek, hajrá! Let's do this! És ne felejtsük el, tudok majd agyagot bányászni, amiből téglát csináljak, tudok fát értelemszerűen sokat gyártani, tehát a fűrészmalom az nem egy rossz dolog, de az ács maga se rossz, mert akkor tudnék szerszámot gyártani, tehát igazából megint mind a három teljesen felhasználható megoldás. Ugye, igen, elvileg mindent tudok majd hegeszteni ezekből. És az ács az meg ugye luxus cikket gyárt, majd azt is tud gyártani, az megint csak tök jó lenne kereskedelemre. Na és akkor meg is szavaztátok. Ács. Ácsi bácsi lesz a dolog. Igen, és akkor mink van most olyanunk, hogy az első teendőnk, amit általában szoktam csinálni a legelején, az az, hogy körbe rakom úttal ezt a, mi az istent, tűzhelyet, vagy hát ezt a kommunális akármit. Plusz, ugye mindenképpen le kell rakjak favágó tábort, mert hát az must have. És akkor megnézzük erre. Be tudnék ásni három darab, ásni, vágni három darab nem agresszív glade-be, és erre is van egy jó pár. Úgyhogy első körben ezt ide teszem, kihúzom ide az utat, és elindítjuk az időt. Jó. Szóljatok egyébként, ha nagyon hangos lenne a játék, mert nekem most egy picit hangosnak tűnik. És akkor ugye ide pedig tudunk csinálni, mert ezek... De tudok kis fűvésztábort lepakolni. Vagy gyűjtsünk egy kis bogyót. Úgyhogy... Ja, let's do that. És kaptunk egy egész darab hódot is, ami tök jó, mert őt be tudjuk állítani fát vágni, mehet oda a gyík is, és akkor elvileg kaptunk jobb fajta fa kijelölő dolgot. Ugye? Ja, és akkor ezt kell, vagy jobb egérgombbal lehet törölni a dolgot. Aha, tehát nem kell mindig átváltani a törlésre. Na, itt az emberünk is egy izébe mehet oda.
És szerintem így early-ben most egész jó vagyunk, mert hogy sok fát kapok a fából. Ezt jó meg azt mondtam. Úgyhogy... kapunk sarokkövet. Na most a sarokkő az ilyen perk jellegű történet. És x időnként kapok majd egyet. Nézzük, Zsúfolt karaván minden jövőjén csoportban plusz 2 ember van, vagy hát nem ember, mert nem feltétlenül ember, de hogy lény, vagy lakó. Zork titkos összetevője. Titokzatos összetevő, mert a híres szakács és üzletember Zork fedezett fel, minden 10 megtermelt savanyúság után 10 rabló hús jár, vagy pedig laktató tál, zabkása termelése plusz 1 elnő minden 150 egységnyi előállított szemerkés víz után. Wunderbar. Tudjátok mit? Ezt most nem szavaztatom meg, mert ez így meh egyenlőre. Zsúfolt karavánt kiválasztjuk, legyen több emberünk, amikor esetleg kapunk. És megkaptuk a questeket. Az első választás az ugye vagy 8 borostyánnyit el kell adjunk egy kereskedőnek, és leszállítani 4 borostyánt ugye a királynőnek, amiért kapunk szerszámot, futótűz eszenciát és falusiakat, vagy pedig 3 darab építőanyag csomagot kell legyártanunk, és több lesz a deszka termelésünk tőle. Kapunk téglát és kapunk szerszámos ládát. Jó, mivel kereskedő alapú buildet akarunk csinálni, ez megint valószínű, hogy akkor az eladott áruk értékét választom. 2-es számú quest. 16 darab hód népességgel tökéltséget kell, a 16-os sonkát tartsam 30 másodpercig a hódok eltökéltségét. Vagy pedig viharos esővizet kell gyűjtsek 25-öt és leszállítani. A hódosnál hódot kapok, teljesen meglepő módon, meg alkatrészeket, a másiknál pedig 2 random falusít és jobb esővíz gyártást, hát őszintén valószínűleg összegyűlne ez. De nem sok hasznát látom még egyelőre, mert még nem nagyon tudok mit, mire használni esővizet, hanem kraftolási alapanyagként használom. Hát tudjátok, hogy jó van az úgy, azt egyszerűbb rövid távon megépíteni. Na, következő célkitűzés, vagy 35 fát, vagy legyen 2 favágó táborom és 30 fát szállítsak le. Ez mindenben jobb, mint a másik, lévén, hogy ugyanazt adja, plusz még 10 gyantát is, úgyhogy egyértelműen favágók lesznek, és el is tudjuk kezdeni megalkotni a 2-es számú favágó tábort. És össze is fog jönni belőle egy csomó fa. Na. Raktárunkban minden jó. Kirosalma magyaró. Mi? Nem. És a következő dolog, amit a quest befejezése után, és még lehetőleg a viharos időszak előtt meg kell tegyek, az a házépítés egyértelműen, mert hogy jelenleg mindenki hajléktalan. Sima házból ugye 3-an laknak egyben, tehát összesen szükségem lesz 3 darab házra, ami 36 darab fa. Na, srácok, ide kérnék 2 jótét lelket, vállalkozó kedvűt. Legyetek kedves, sőt, tudjátok, mint abba az egy glade-be ássatok is be, de nagyon gyorsan. Ugye ebből rézércet és gyökereket bányászok ki. Agyagból kellni fog még ember, értelemszerűen, mert alig van munkaerőnk. De most megnézzük, hogy mit kapunk. Kicsit felgyorsítjuk másfélszeresen a sebességet, és közben végignézem gyorsan, hogy mink van. A gyűjtögető tábort azt még semmire nem tudunk használni. A csapdavető tábort még szintén semmire.
kőfaragót azt tudunk, de azt még egyelőre nem használom el. Ó, várjunk csak, megvan a quest. Ez rögtön teljesítődött is. És ezzel kaptunk még két lakót, amiből az egyik ráadásul, ha jól tévedek, akkor hód. Das ist aber wunderbar. És akkor most jól elfogyott a fánk. Fánk. De... hadd menjen a fánk. Aha. Jó. Amíg ők itt kiszedik a fákat, addig mindjárt meg... Ó, kaptam még egy hírnév bónuszt. Füvészkert, megint van füvészkert. Kisgazdaság. Ó, a kisgazdák laknak mit? Nem. Nem. Nem politizálunk. Szántóföldekkel gabonatermesztés, unzóvájter. Vagy pedig ültetvény, ahol bogyót és növényi rostot tudunk termelni. Na már most, legutóbb a füvészkert az az eléggé holt versenyben volt, de azért gyorsan ezt is megszavaztatom nektek. Csak hogy legyen valami. Igazából nem tudom, hogy ebből mi lenne a jó nekünk. Bármelyik jó, de egyik se szuper, ahogy elnézem. Mivel tudunk termelni zöldséget, de gabonát nem, tudunk termelni gyökeret, de gyógynövényt nem, és tudunk termelni bogyót és növényi rostot, tehát akkor gyakorlatilag talán az ültetvény lenne a legjobb kérdőjel. Hát itt háború nem nagyon tudunk törni, mert ebben a játékban nincsen harc. Úgyhogy Trojan sajnos erre nem lesz mód. Ez itt pusztán a túlélésre megy az elemek ellen és a királynő türelmetlensége ellen itt ide lent. Úgyhogy szegények kizsákmányolása, nagyjából igen, tehát hogy szerencsétlen hódokat és gyíkembereket és hasonlókat fogjuk kizsákmányolni. Ha így vesszük. Azért, hogy a királynőnek sok nyersanyaga legyen. Az neked elég jól van. Örülök, hogy... örülök, hogy beíred ennyivel. Ó, és akkor tényleg elég gyorsan növekszik a fa kitermelésünk. A fa kitermelésünk. Úgyhogy... szerintem most ide le pattintok egy pár darab házat. Valahogy így. Ugye? Azt mondja, hogy az 9 darab lakó, és van nekem mennyi? 10. Nem mondta, hogy egy darab hajléktalanom maradni fog. Azért még nem építek egy újabb házat. Oké, és akkor amire biztos szükségem lesz, az... az egy kereskedőállomás. Kereskedőállomást rögtön a legelején, amint tudunk, lepattintunk ide. Ja, és akkor lássuk, csak van. 4 hajléktalan, mindjárt elkészül ez a ház. Akkor már csak egy lesz. Azzal még bőven el tudok lenni. Nem sokat ront a közmorálon. És... hamarosan bevágjuk magunkat abba a kis völgybe. És meg is jött az első kereskedőnk. Ami nem rossz, bár nem nagyon van miből gazdálkodjunk, de például futótűz eszenciát el tudok adni. Ugyanis 8 nyit. 8... értékűt kellene eladjak. Egyenlőre egyébként mondjuk 2 eladok ebből az 5, meg ebből eladom az összeset, meg még valamit, miből tudnék még eladni. Egyenlőre az agyag még nem kellett, de hmm.
Alkatrészt nem merek eladni. Mondjuk ez így szerintem tökéletes lenne. 8. Mit? Nem 40. 8. Anyádat. És 10. Komolyan mondom, 10 borostyánért ad el 8 borostyánt. Ez hogy működik? Tehát, dude, please. Na jó, adok el egy kevés fát. Nem, ez túl sok fa. Annyit nem adunk el. Akkor adunk el még egy kevés ilyen szart. Majd kiszedjük a többit. Mogusok veseit eladhatom, ja, kb. Jó, ezt eladtuk. Ezzel megcsináltuk az egyik questet. Tehát leadhatom a questet. És kaptam még 2 embert, egyébként ami azt jelenti, hogy építek még egy házat, csak hogy ne legyen hajléktalan szerencsétlenje. Másrészt pedig ez azt is jelenti, hogy kaptunk még egy hírnév bónuszt. Azt mondja, hogy kifőz, de tudok rablóhúst, péksüteményt vagy pigmentet főzni benne. Érdekes. Sima főz, de kinélkül. Itt sör állítható elő. Vagy savanyúság, vagy terménycsomag, és aztán a posztókereskedő, ami kabátot, vizes tömlőt és tekercseket tud előadni, ezt is megszavaztatom. Hajrá! Nyomassátok! Technically ebből is mindegyik relatíve használható, talán a sör a legkevésben nincsen gabonám, de ki tudja, miből lehet sört csinálni, tehát most ránézünk gyorsan. Sör előállítható gyökerekből is, root beer, ugye? De... Hát ja. Sok minden megtörténhet. Kifőzdében a rablóhús, ugye a húsainkból, péksüteményt, azt ugye megnézzük, miből tudjuk előállítani. Lisztből, hát lisztet még nem tudunk előállítani, de ez van. Ez rovarból, húsból, gombából. Mindenből tud nekem rablóhús csinálni. Na, 50%. Kifőzde és posztókereskedő. Menjen a kifőzde. Oké, azt majd később lepattintunk, amiből lesz... Amikor lesz elég alapanyagom hozzá. Itt viszont el tudok adni neki, hát szerszámot nem akarok eladni, de mondjuk még 2 futótűz eszenciát elmernék adni. Mondjuk így. És akkor van megint 8 borostyánom. Egyelőre abból még semmit nem tudok sajnos venni. De nem baj az. Jó, mehet tovább az idő. És szerintem nem kaptunk még új questeket. Kezdődik a vihar, úgyhogy tök jó is, hogy megépítjük a utolsó menedéket, itt senkinek nem lesz hajléktalan. Nagyon szuper. Vágjuk a fát a fejszével, csak nappal, sok nem éjjel, és így tovább. Várjál, nálad van bármilyen anyag, amit akartam volna venni, és nem vettem. Szövet. Hát nem, most egyelőre még nem költünk rá. Sőt, el is küldjük, hogy... Nem küldjük el. Nem tudjuk elküldeni. Mert hadd húzzon haza, mint ő úgy érzi. Ez mondjuk is elkezdődött a rossz idő. Vagdossuk itt a fákat, de még jók vagyunk. Van, hány darab emberünk van, aki nem csinál semmit? 5 darab emberünk nem dolgozik jelenleg. Akkor ne is egyék, vagy mi? Nem. Ez nem így működik. Azonban ezt szeretném begyűjteni. Úgyhogy ezt ide letesszük. Belepakolunk egy pár lakót. Ezt elhúzott a kereskedő.
Hogy tudom, mit akartam. Még vízgyűjtőt. Esőgyűjtő, barátom. Aha, ahhoz kéne deszka. Jó. Egy, kettőt így gyűjtögessetek. Itt lecserélem ezt a szerencsétlent egy hódra, mert hódok azok jobban szeretik. Élvezik is egyébként, hogyha fát vághatnak, ki gondolta volna. Szerencsétlen gyíkok azok. Nem annyira élvezik a napot, vagy hát az esőt inkább. Oké. Gyűjtögetés, az halad. És akkor a következő dolog, amit építenem kell, az valami, ahol tudnánk deszkát előállítani, de ehhez az ácshoz, ehhez kell deszka, teljesen meglepő módon. Úgyhogy az első dolog, ami deszka gyártásra megfelelhet, az ez a kezdetleges munkaállomás, amit körülbelül csak addig akarok használni, ameddig össze nem tudom szedni a többit, hogy megépítsem a jobb fajtát. Na! Kiástuk a glédet, és kaptunk egy kis mini eseményt, egy ládát. Feltörhetem mondjuk 6 darab kő segítségével, vagy 6 darab tengerbelő segítségével, de azom nincs. És kapok belőle 30 gombát, 30 zöldséget. Vagy elküldöm a fellegvárba, és akkor szerszámot költök rá, és kapok hírnevet, ugye, ami a győzelmi feltételünk, és borostyánt, ami a kereskedelemhez tökéletes. Tehát teljesen meglepő módon, srácok, ti azt küldjétek el a fellegvárba, nekem most nincs szükségem rá. Olyan még technikai van elég. Sőt. Jó, elmúlt. Elmúlt, ami elmúlt. Volt, mi volt, ha elveszett, érte, sírni kár. A csövet nem gyártunk, az biztos. Egyelőre még téglát se gyártunk, hanem gyártsál te deszkát, és gyártsál egy pár szövetet, ugye? Hát nem sokat, mert egyelőre egyet tud. Jó. Akkor. Ebbe betesszük azt az egy darab embert, ő elboldogul vele átmenetileg. Szóval is megkapik még a a két naplopót, akik itt ezt simogatják azokat a ládákat. Zöldögyi szünet. Na, először is van egy olyanunk, hogy jövevények várakoznak, be tudunk fogadni. 3 hód két embert, vagy 2 hód egy ember egy gyikot. Viszont a 3 hód két ember mellé kapunk nem mást, mint a deszkát, amire szükségünk van. Szóval, egyértelműen őket behúzzuk, és választhatunk egy sarokkövet is. Azt mondja, hogy hálás családok, valósiak rokonai ajándékokat küldenek, mert jól bánok a családtagjaikkal, minden teljes hírnévpont után, amit magas eltökéltség miatt, ugye jókedvűek emberek miatt kapok, azért kapok vizes tömlőt, az nem annyira hasznos. Gyökeres talaj. Különös gyökerek szövik át a talajt, fakitermelés plusz egyel megnő, de az aratás és ültetés 25%-kal lassabb lesz. Na most egyelőre még nem tudunk hol aratni meg ültetni, tehát ez nem lenne rossz, és rámegyünk még jobban a fakitermelésre, amink egyébként is jó. Következő pedig a biztosítani a védővonalat, hold the line egyébként. Az erdő már nem is olyan félelmetes, ha biztosítom a leghalasabb zugait. Tiltott tisztás esemény teljesítése 2 ponttal csökkenti a veszélyes és tiltott tisztásokból származó fenyegetést, és 1 ponttal a kis tisztásokból eredőt visszamenőleg is megtörténik. Tudjátok mit? Jóló van, szavazzátok meg. Szívassatok vagy ne szívassatok, teljesen mindegy. Addig is, kicsit följebb csúszok a székemmel, elhagyom magam itt szép lassan. És folytatom a zöld lögyit, ami mindjárt el fog fogyni. Szinte nem tudom miért ezt hiszem, mert annyira nem csillapítja a szomjamat, savanyúsága nyomán. Na mindegy.
Oké, és akkor, amint kiválasztottuk a sarokkövet, csúcsú, mindjárt lejár a szavazás, egyelőre úgy látom, hogy ja, gyökeres talaj vezet, az nagyon jó, még több fakitermelés. Gyakorlatilag most már fát is fogok tudni eladni szerintem. Ja igen, és akkor itt is le tudom cserélni a maradékot is egy howdra. Ami nagyon kedves. Valahogy így. És mivel kaptam 4 darab, ugye? 4 darab deszkát. Mi megnézzük, hogy a jobb fajta deszka gyártó kézikészülék az hol is jön be. 5 darab kell hozzá, ha. Jó, akkor megvárjuk, amíg az emberünk ott legyártja azt a 1 darab deszkát. Ugye? A... Mi az Isten, az már gyártja a deszkánkat. Igazából hát 2 darab lesz, mert 2-t gyárt egyszerre, de ennyi pazarlást még bőven megengedhetünk magunknak. Van végtelen mennyiségű fánk, és lesz is. Na, hajrá. Amint össze húzza. Haló? Amint megoldja emberünk, akkor ezt kikapcsoljuk. Deszka termelést megszüntettük. Elszállította a deszkát, kivesszük innen őt. Az emberünk az meg kávészüneten van, érted? Ez fantasztikus. Nincs több növényi rostunk, az nem jó. Ellenben legalább szar. Hol volt a... Itt. Ács. És az esőgyűjtő. Tudjátok, hogy megépítem az esőgyűjtőt for now, és akkor... itt még beaktiválom még egyszer a... deszka gyártást, mert miért ne? És kaptunk új parancsokat. Na már most. Gyíkoknak az elégedettségét kellene fölemelni 14-re, az egyébként nem rossz ötlet. És kapok egy tisztást fel kell fedezzek, és kapok érte sózott, szárított hús gyártást, borostyánt és gyíkot. Vagy pedig szállítsak le 15 egy csomag terményt. Nem tudom, ez hogy jön ki a matek. És kapok érte kisgazdaság, a kisgazdákhoz bónuszt, az ültetvényekhez bónuszt, és a herbalizmushoz való bónuszt. Megpróbálom a gyíkokat kielégíteni. Nem úgy. Na, és akkor boldog emberek. Az emberekét kell 24-re feltolni, hát az esély... Bár 22-n vannak, tehát az annyira nem nehéz. Ezt még elég gyorsan meg is tudnám csinálni, és kapok... Vagy hát le kell szállítani csak 20 gabonát, az viszont nehéz, mert nem tudok gabonát leszállítani. Lévén, hogy... hogy nincsen gabona a mapon. Yes. Hát akkor ez egyértelműen nem fog megtörténni. Marad a veszélyes tisztások, ki kell pucoljak egy veszélyes vagy tiltott tisztást, kapok érte tojást, növényi rostot és szerszámos ládát. Fantasztikus, kívánok. Jó, amint, hoppá, itt van a hód, a bobr. Vén Farluf, te mit árulsz? Egyrészt van nála olaj, meg egyéb ilyen bizbaszok, annyira nem érdekes, egy pár deszkát lehet, hogy gyorsan be tudnék szervezni, csak meg két szövetet, csak azért megcsinálom a jobb fajta deszkatermelést. Acélcsákányok kőtermeléshez ad, hát kőtermelés az tök mindegy, mert nincsen kő.
Minden 10 megtermelt bogyó után kapok 2 kristályos harmatot, vagy minden további rézércből plusz egy rézércet termelek. Ez abból mind a kettő elég jól hangzik, tehát gyakorlatilag meg tudnánk tenni, hogy a gyantát eladom, és még valamit eladok, nem tudom, mit adok el. Ó, megtörtént a 2 szövetünk, akkor viszont nincs is gond. Egy kevés fát eladok, mert ugye abban elég sok van. És mondjuk úgy, hogy 4-re, tudom, 4-re jöjjön ki. Oké, és akkor az 3,75-ért. Annyit lehet, hogy meg is tudunk oldani. 3,78. Ugye? És akkor ezt eladjuk. És meg tudnám venni az acélfúró fejeket, vagy a begyűjtött harmatot. Ugye lesz még bogyó valószínűleg. És lesz még réz is valószínű, hogy mi az Isten az agyag. Ja, de rézért szett mi? Valamennyi rézércet kaptunk, de az kevés jön csak a bányászásból. Legyen inkább a bogyós dolog, bogyós gyümölcs. Minél több bogyónk van, annál több kristályos harmat. A kristályos harmatból tudunk majd kraftolni magunknak szerszámot. Which is nice. Super. Hello, azt mondja. Oké. És mi volt a következő dolog, amit akartunk? Ja, megvárni, amíg ez megépül, meg akartam építeni a zácsot. Amint lesz még deszkám. Ugye? Ezt lekapcsoljuk. Ezt. Elküldjük innen. Megvárom, amíg letermeli a 2 deszkát, és akkor mehet is a minden is. Ide pedig berakunk, hát ide senkit olyat nem tudunk, aki szereti ezt a munkakört, de ezzel egyet bepattinthatom ide. Gyűjtögethetjük már is az esővizet. Oké, és akkor igazából ezt meg el is kezdhetem lepakolni mondjuk ide. És ugye itt van még bogyóm, tehát amint ez a bogyó kifogy, akkor át tudom tenni oda a hüvésztábort, és akkor hátra kapok még egyéb dolgokat. Ez pedig a lenemező. Ezt a betakarító tábor tudja megoldani, hát olyanom még nincsen, úgyhogy szerintem le is pattintok ide gyorsan egy betakarító tábort, meg a hozzávezető utat. There you go. És akkor Farluf. Farluf, barátom, te... igazából semmi olyan nincsen más nála, amit szeretnék, úgyhogy... legyártotta a 2 deszkát. Elviszi a megfelelő helyre. Aztán te is aktiváljuk a cuccot, amit elkészült vele. Ide pedig teszek egy gyikot, meg egy embert, takarítsatok csak befele szépen. Ezt mindjárt kapja innen az egy darab hiányzó fáját. És gyakorlatilag ugye a kristályos harmattal tudom majd a szerszámot gyártani, ez pedig majd bármiféle tetszőleges bizbaszból. Luxus cikket, az majd tökéletes lesz eladásra. Nyami. Vagy mi? És ugye látható a különbség, itt 8 darab fából csinálok 2 darab deszkát, itt pedig 5 darab fából csinálok 2 darab deszkát. Ami egyáltalán nem mindegy, ugyebár. Barátom, tehát ezt így legyük már prioritásként előtéve. Thank you very much.
az ott gyűjtöget, az ott gyűjtöget, ez itt gyűjtöget. Ebből se sok van már. Úgyhogy lehet, hogy a következő megoldásunk az az lesz, hogy ebbe az ebet nagyon gyorsan belevágunk. A baglétbe, majd ugye muszáj lesz egy veszélyes tisztást is kipucoljak, valószínűleg ezt nem olyan soká, mert az is az egyik questem. Nem sokára érkezik a következő kereskedő. Ugye, és akkor a gyíkoknak az eltökéltségét kéne javítsam. Gyíkok eltökéltségét mivel tudom javítani? Egyrészt van szállás, de az már van nekik így is. Hoppá, tényleg kell még építsek egy szállást, mert hát vannak hajléktalanjaim. Úgy, meg... így. Szóval, szállás megvan nekik. Gyíkházam még nincsen. Szárított húst tudnék majd valamiből adni neki. Na, nincs lelőhely a fivésztábor közelében, tehát fivésztábor átköltözik ide. Kap egy... és jöpe, nem így. Áthelyezés ide. Kap egy utat. Így. És hadd csinálják a dolgokat. Ja, szóval, tehát mi kell nekik? Igazából rablóhús gyártás az nem lenne rossz. Tudok én rablóhús gyártani? Kifőz, de... aha. Tehát, akkor nekem itt ezt át kell állítsam így. Itt szeretnék egy hódot, meg itt szeretnék még egy hódot, hogy dolgozzanak, csinálják nekem végtelen sok deszkát. Itt pedig szeretnék egy gyikot, hadd gyártson nekem téglát. De csak... mennyit? 4 darabot. És akkor csinálunk egy kifőzdét, méghozzá szerintem ide. Így. Ja, és akkor ők gyűjtögetik a maguk gyűjtögetni valóját. Ők építik a házat, tehát nincsen több hajléktalanom. Hú, de rossz kedvűek, szerencsétlenek. Neki pedig nincsen semmije, ugye? Nincs hova pakoljam se úgy, hogy őt deaktiváljuk, és ingyen áthelyezhető, tehát elteszem ide valahova semmibe, ahol nem foglal sok helyet. A hasznos területekből legalábbis. Jó, és akkor... itt vágjátok be magatokat, legyetek kedvesek, real quick. Nincs lelőhely a betakarító tábor közövesz. Jó, gyorsan kitakarítottad a betakarítást, barátom. Akkor bizony téged deaktiválunk. Hát, ha amint ott kinyitok, abban lesz valami. Ássad gyorsabban a fát magad alatt, vagy mi? És gyűjtjük a viharos vizet, ami ugye kell majd az utcokhoz. Na, mi van itt? Van farm. Gyerekek, van termőföld. Termőföld, hát ezt még nem tudok vele semmit kezdeni. Szóval van olyan, hogy tengeri velő, ezt pedig a kőfaragó tábor, amit elaltattunk, azt tudja kiszedni, ami azt jelenti, hogy juhé. Mert hogy akkor őt átpakolom ide. És... hopp, nem így. Szerintem nem így.
hanem az, hogy lehet elbontani. Lebontandó épület. Igen. Ezt a kőfaragott tábort tudom áthelyezni ide. És aktiválni, és kap két gyíkot. Ez a mi az Isten pedig itt, a, hogyha engedné, hogy rákattint csak a event pop-up-tól, akkor ugye vagy fel tudom törni olyan dolgokból, ami nincsen, tehát nem tudom feltörni, pedig kapnék érte ősi táblát, vagy elhasználok megint három szerszámot, és megint kapok cuccot. Tehát ez egyértelműen így fog történni. Skacok, azt bontsátok el, please. Szervusz, bodokain! Lapszakot. Na. Nem volt annyira szerencsés ez a hely, de áthelyezzük ide, és bevágunk ebbe a kis tisztásba is, amint tudunk. Hopp, quick save, és ezzel kapok is egy sarokkövet. Azt mondja, hogy óriás zöldség. Zöldségtermeléshez plusz 2, felfedezési megbízás, minden blablabla. Innen felfedezett tisztás után 20 nád és 20 agyag jár, ez nem rossz. Vagy pedig nagy kosarak, ami az ültetvény helyén termelt élelemhez ad. Ezt most megszavaztatom veletek, annyit kérek, hogy nem tudom, nem kérek semmit. Nem kérek semmit, és azt is csak halkam. Tessék, ugye zöldségtermelésünk, amint lesz, akkor azt boostolja tovább az óriás zöldség, a felfedezéseinkből kapunk cuccot a középsővel, a harmadiknál pedig az ültetvény, hogyha lepakolok például ide egy ültetvényt, majd akkor ahhoz ad 50%-ot a termeléséhez, úgyhogy lehet vótolni. Aztán pedig szerintem megpróbálom felfedezési megbízás, jó van, hát az lesz. Utána pedig megpróbálom nagyon gyorsan a többi egyéb izét megoldani. Sajnos ugye nem jött össze a viharos víz eléknek. Elég viharos víz összegyűjtése az ott egy rövid évszak alatt, úgyhogy ezt majd több év alatt kell megcsinálni. Geek eltökéltséget hogyan tudnám? A többi mínusz 5-öt kap. Ezt mondja, megnézzük. Szóval új jövevények. Három ember, két hód, egy gyík. Meg a másik, haha. Három ember, három gyík, egy hód. Jöhetnek a hódok. És akkor ezt megint le tudom deaktiválódni. Mert hogy kaptam annyi téglát, amennyi elég lesz ehhez. És akkor utána tudunk olyat csinálni, hogy bogyó. És rovar felhasználásából tudunk rablóhúst csinálni, amitől a gyíkoknak jó lesz. Végsütemény az kinek kell? Az szereti a hód, és szereti az ember is. Tehát ha lenne lisztünk, akkor tudnánk azt is csinálni, de nincsen lisztünk. Pigmentet egyértelműen kikapcsoljuk, mert az még semmire nem fog kelleni. Ez ingyen áthelyezhető, úgyhogy átteszem ebbe a kis ficakba ide, hogy itt több helyünk legyen, ahol az aktív termelést folyik. Na. És a gyíkok szeretnek itt dolgozni, lévén, hogy forróság van és hús. Ugye, és akkor azt írja, hogy kényelmes nekik. A kényelmesség az azt hiszem az azt jelenti, hogy jobb kedvűek lesznek tőle. Ha a másik lenne, ugye az a hatékonysági bónusz, akkor pedig van esélyük arra, hogy duplát termelnek belőle, mint például itt ugye a hódok. Itt írja, hogy jártasság, igen, azaz. Ajaj, kaptam egy kis türelmetlenséget, de hírnevet is.
Na, következő hírnév bónusz, következő épület, ugye pékség, hát ez fölösleges, mert péksüteményt már tudok gyártani, pitét ezt meg még nem akarok. Esőmalom, ugye az esőmalom az derült vízből és valamiből állít elő lisztet. Az nem annyira rossz, őszintén. Vagy pedig az ellátó, ami lisztet, hordót és élelemcsomagot tud előállítani. Ugye ez 7 valamiből csinál 10 lisztet. Ez pedig hordókat csinál deszkából, meg mi az istenből. Úgy viszont tudnánk élelemcsomagot gyártani a bogyóinkból, ami nem annyira rossz. És ő majomban mennyi? 5-ből csinál 10-et. Aha, aha. És tudnék 8 deszkából, az nagyon sok deszka. Valószínűleg jobban járok egyébként, hogyha az ellátót rakom ki, mert lisztet nem vagyok biztos benne, hogy fogok tudni csinálni, úgyhogy ellátó következik. Úgy. Ó, és akkor van ültetvényem. Most jutott eszembe, hogy ezt már elérem. Úgyhogy ültetvényt letesszük ide. Mellé csinálunk szántófőd. Így. És oda betesszük majd az embereket, és tudunk bogyót és növényirostot termelni benne, tehát egyértelműen lisztet nem fogunk tudni sajnos. Hopp, megérkezett a trader, ezt nem figyeltem. Hosszú távú szerződés. Kényelmi specializációknak megfelelő munkahelyre kirendelt munkások további plusz 2 eltökéltséget kapnak a kényelmes hatásból. Tehát az összes gyíkon például kényelmes lenne, aki meleg helyen dolgozik. Az összességében nem rossz történet, lehet, hogy ezt megjátsszuk. Viszont gyors szállítmányok, minden árucsomag 33%-kal gyorsabban készül el, ez majd eladásra szánva nagyon jó lenne. Vagy ősi varrási technika mind plusz 3 kabáttermeléshez. Egyelőre kabáttermelésünk még nincsen, tehát nem sokat érdemes vele szarakodni. Mi lenne, ha eladnék egy 100-asnyi fát? Így, abból van bőven. Mi lenne, hogyha eladnám a gyontát is, mert az se kell nagyon. És akkor az 6 ilyen cucc. Jó, és akkor még mi kéne? 5 darab kéne ehhez. 5 darab. Azt vajon miből tudom elérni? Anélkül, hogy nagyon keresztül sznám magamat. Nem biztos, hogy el akarom adni a 2 futó tűz eszenciámat. Ez még nem elég sokért lehet eladni. Kell nekem még 5 darab ilyen, ugye? Ahhoz 6,25-nyi bizbaszt kell adjak. Eladok 1 darab alkatrészt, mert ezekhez általában 3-asával kellenek, tehát hogy amúgy is csak 2 valamit tudnék építeni belőle. És mit adok még el? Eladjam a egyik futótűz eszenciámat, meg még egy kevés fát. Oké, ez így működik, és akkor meg tudom venni belőle a hosszú távú szerződést. Így mindenkinek jobb kedve lesz, aki a magának megfelelő helyen lak, per dolgoz. Van, megint van. Megint van problémás szitunk, mert nincsen elég házunk.
Mert így két darab ház, az megoldja a lakhatási problémáink maradványát. Ide jöhetnek az emberek, mert ők azt szeretik csinálni. Ugye? Ide meg beteszek még egy hódot, hogy nagyobb legyen a termelésem. Itt bevágunk ebbe a glade-be a Mr. Faki termelővel, akit át is helyezek ide arrébb. Csak hogy gyorsabban meglegyen, aztán abba is belevágunk majd. Op. Mi a problém? Ja, tele vagyunk szemerkés vízzel. Eső motorokat még nem tudok meghajtani, tehát ez majdnem tök mindegy itt. Ők meg ott hadd dolgozzák, amit dolgozniuk kell, bogyó és növényirost. Ugye elsősorban a növényirost az jót fog majd tenni. És az embereim egyébként most egész boldogok a maguk kis zapkásájával és szállásaival. De nem sokára el tudom kezdeni gyártani a rablóhúst, ha jól tévedek. Ugye, van olyanom, hogy takács. A takács az nem lenne rossz, mert akkor nem kéne semmiben a anyukád, az nem kell oda. Szóval, ahol tartottunk, takács. Takácsot mindenképpen kirakom, hogy tudjunk megfelelő mennyiségű növényirostból gyártani ilyen izét, szövetet. Ezt gyorsan összerakjuk. Hello, Viktor! Szép jó estét! És akkor ide, hát tök mindegy, kit pakolunk, mert nincsen HP-em még, aki szeretné ezt az utcot. So, javítani kell a kedvét egy ikoknak, az egy dolog. Gyűjteni kell viharos vizet, az idővel megtörténik. Ki kell takarítani egy veszélyes tisztást, azt is mindjárt megcsináljuk. De közben emberek beáramlását, gabonát kéne termelnünk, amit nem tudunk, és embereket kapnánk, akiket nem akarunk, tehát az nem. Viszont a hód eltökéltséget kell 20-asra emelni 1 percre, az gáz mondjuk. De nem baj, megpróbáljuk, mert más opciónk nem nagyon van. Következő. Ember falusiak. Legyen legalább 8 ember munkásom 6 másodpercig, az egy darab ember kellene már csak, és legalább 6 darab falusi ruházat szükségletét kell kiegítsem, szinte 60 másodpercig. Ez nagyon jó, de az megint csak embereket adna, az annyira nem jó. Másik opció pedig legyen 2 tűzhelyem egyes szinten. Hát, az se történik. Akkor legyenek inkább az emberek. És a harmadik parancs azt mondja, hogy legyen 16 szántóföldem, nem lesz, és legyen legalább 10 falusi ruházat szükségletek kielégítve 120 másodpercig. Jesus bloody Christ, jó. Hát, más nem nagyon tudunk tenni, mint ezt. Úgyhogy let's go, srácok, csináljátok, amit csináltok, szüreteljetek, és hasonlók. Elfogyott a húsom. Az nem jó. Nem tudok valahol még rovarokat vagy egyébeket találni. Hát, hogy a kaja lesz a legnagyobb problémám tényleg. Még itt a bogyók azok legalább ugye szinte végtelenül termelődnek, tehát az nem gáz, de rablóhúsom az nem nagyon lesz. Mi lenne egyébként, hogyha... Jó, 18-as volt egy pillanat rajzenk. Aha, favorizáljuk egy kicsit már a hódokat egy 30 másodpercig, nem a hódokat, gyíkokat, és akkor meg lesz az egyik questem. Sajnos a többiek azt nem fogják annyira szeretni, de 30 másodpercet kibírunk így. 10 másodperc marad hátra. El is készült a quest. Mit kapunk érte? Szállított húsgyártást, borostyánt és
Hát, plusz két gyík minden csoporttal, azt annyira nem szeretném, de nem baj. Ja, és akkor a következő cuccunk van olyan, hogy posztókereskedő, aki a kabátgyártást erősíti, az nem rossz, mert az mindenképpen fog kelleni kabátot gyártani. A lisztet nem fogok tudni gyártani, mert nincsen gabonám. Pékségből pedig már a péksüteményt tudom gyártani, és az agyagedényt tudom máshol gyártani. Tehát egyértelműen posztókereskedőt választunk, és a posztókereskedőt meg is fogjuk rögtön építeni, csak ebben legyártunk két szövet. Úgyni. És akkor posztau kereskedő, poszthumusz kereskedő, az ott teljes nyugalommal létezhet. Mit kaptunk az új glade-ben? Tojásokat, az nagyon jó. Mert hogy ahhoz kell egy kis csapdavetőtábor, és ehhez pedig szintén egy kis csapdavetőtábor, tehát mindent egy helyen be tudok szerezni. Nem... Dude. Ezt lepakolni akarom, nem... Jó, mindegy, megvárjuk, amíg eltűnik az a... event jelző, és akkor jók vagyunk. Jó, szóval, most jók vagyunk. Az kap egy ilyet, kap egy odavezető utat mindjárt, vagy legalábbis környékre vezető utat, aztán többit majd elintézi magának. Az nagyon jó egyébként a kaja gyártásunk szempontjából, mert hogy húst és tojást fogunk kapni, tehát működni fog továbbra is a ez a gyártásunk. Ez pedig igazából most egyelőre bogyókból még jól áll van. Hadd csinálja a rablóhúst, majd amint lesz miből. Jó, szerintem jók vagyunk. Megnézem, hogy itt van-e bármi még, amiből esetleg tudnánk gyártani dolgokat. Szerintem a rézércből... Á, nem, nem akarunk pigmentet gyártani igazából, tehát hagyjuk. Itt akartam még megnézni, hogy mit tudunk esetleg gyártani, de semmit. Illetve hát tudok olyat beállítani nekik, hogy fából és... Aha, tudjátok mit, legyen. Csináljunk szerszámokat is, mert hogy azt ráadásul drágán el lehet adni. És akkor amikor megérkezik a következő kereskedő, akkor azt meg tudjuk oldani. Egyszerűen. Na. Valaki volt olyan helyen, ahol nem kellett neki feltétlenül lennie, ugye? Hol volt olyan gyík, aki... Aki doesn't matter. Például itt. Adok helyette egy embert, ide pedig adok még egy gyíkot, mert ők élvezik ezt a szitut, amúgy is. És ugye amikor jó kedvük van, és itt ezt a kék izét látjátok a portréjük körül, akkor folyamatosan gyártják nekünk a hírnevet az eltökéltség bónuszukból. Itt közben prosztókereskedő, az kap egy embert, és igazából semmi más nem kell neked gyártanod, barátocskám, mint kabátot végtelen mennyiségben. Mert hogy arra nagy szükségünk lészen. Ugye? És akkor van valami épületünk, ami a takácsunk van, ami gyártja a szövet. Ő a takács. Szőfon nem takács. És nagyon jó, mert kettő darab növényi rostból és vagy nádból és vagy bőrből tudja gyártani a szövetet. Tehát nagyon sok kabátunk lesz, hogyha jól csináljuk. Már pedig remélem, hogy jól csináljuk. Jó, ti csináljátok egy kis helyet. Pedig, igen, csináljátok azt,
Mi belevágunk ebbe a glade-be, és aztán szerintem ezt fogom kipucolni, ezt a veszélyes glade-et. Azon lehető legközelebb hozzám. Oké, okay, és akkor itt tengervelőt gyűjtünk, ami hatékony tüzelő, de hát I don't really care about hatékony tüzelő. Szóval nincsen a kis izébígyó tábornak gyűjteni valója, tehát ő menjen aludni. És ennek a tábornak sincsen nagyon gyűjteni valója, tehát ja nem, ő a munkaállomás volt. De nehogy gyártsál már több bármit is. Illetve hát technikli még egy pár téglát legyárthattok, mert téglát még máshol nem tudok gyártani, ugye? Ja, nincs másomra. Akkor még egy pár téglát, azt dobjatok leskacok. Mi a bajatok? Mit tétlenkedtek? Hát tudtok tüzet gyártani, ja. Megvan a korlátja, hogy mennyit tudtak csinálni, aztán ezt elfelejtettem kikapcsolni. Hali megint reni. Na! Gyűlik egyébként a viharos vízünk, tehát hát ha ez alatt a viharos szezonat végre már befejezzük azt a questet is. Hód eltökéltség nem túl jó. Bár a ruhát most már ők is kapják, tehát annak elvileg örülniük kéne. Ugye? Ja. Akkor a ruházat szükséglet az alakul, majd mindjárt lesz belőle több is. Mi volt itt valami? Ja. Semmi extra. Gyűjtögetés történik. Oh, érkezett egy... Vén farlufunk, aki azt mondja, hogy hordókészítéshez tud bónuszt adni. Tisztaság... Mi? Tisztaság? Nem. Tisztás eseményekre beosztott munkások 5 egységgel több tárgyat cipelhetnek. Annyira nem lényeges. Minden megtermelt 10 agyagedényből visszajár 2 darab tégla. Az mondjuk annyira nem rossz, de egyelőre még nem is érzem nagy szükségét a dolognak. Következő fog következni. De abból tőle nem nagyon kell semmi, viszont el kell adjak 8 izényi árut. Akkor mi lenne, hogyha deszkából adnék el egy párat? Mondjuk egy 10 deszkát. Meg a világ összes tengeri velőjét, mert azt úgyse nagyon használjuk másra. Van fából elég, hogy tüzeljünk. 16 darabot, nem 10. ...15 darab borostyánt ad el ennyiért, akkor gyantát is odaadjuk még neki, hogy örüljön, mondjuk annyit, amennyi kell, hogy ne telítsük túl a dolgot, meg még egy darab fát kap, aztán hadd örüljön. Elkereskedjük a dolgot. És akkor van egy csomó pénzünk. Tudok én agyagedényt gyártani jelenleg? Azt mondja, hogy az ellátó tud hordót gyártani, az nem érdekes. No. Úgy néz ki, hogy nem nagyon tudok. Jaj, tényleg, ha már itt tartunk, akkor csak lepakolok már pár ilyen díszítés bizbaszt, mert... Nem így gondoltam a dolgot, hanem így. Mert fejlesszük már följebb a tűzhelyünket. Globális eltökéltségen such.
Na, de tőled akkor akarok én valamit. Felderítői csomag az annyira nem lenne rossz, de nem is annyira jó. Viszont hordót tudunk gyártani. Tehát, hogyha hordót akarnék megtolni, akkor arra nem rossz. Tudod mit? Let's go. Megvesszük a hordó dolgot, és kapunk egy sarokkövet is. Szóval, település lakói számos nehézséget átvészeltek, így közel kerültek egymáshoz, plusz 10% falusi sebesség, plusz egy globális eltökéltség, az egyébként rohadt jó. Vagy pedig ősi paktum, a tudás ára nagyon magas lehet, láthatod a nem felfedezett tisztások tartalmát, de minden egyes veszélyes és tiltott tisztás felfedezése egy falusi halálával jár, így ki tudnám tisztogatni egy kicsit a falusiakat, de nem annyira lényeges. És a láthatár pedig könnyebben felkészülhetek a legrosszabbra, kis tisztás felfedezése 50%-kal növeli a tiltott vagy veszélyes tisztások eseményeit vizsgáló felderítők munkasebességét 180 másodpercre. Őszintén, ebből a legjobban a globális elégedettséggel járunk, mert hogy akkor a hód eltökéltséget technically fel tudnám nyomni 20-asra egy idére. Ugye? Csak a vén farluf, az nem lényeg. Ő se lényeg. Ruházat szükségletet kell kielégíteni még. Az is alakul egész jól. Ugye? És kapunk még embereket, ez fantasztikus. Ez a világ összes jövevénye. Fuck it. Ez 9 darab. 9 darab ember. Mi az Isten? Jó, hát akkor kénytelen vagyok ezt csinálni, mert kénytelen vagyok. Ez 3 darab ház, ugye? Egy, kettő, három, itt nem sok vizet zavartok. És addig egy kicsit még gyorsan megtolom a hód elégedettséget. Egy percre. Oké, ugye a többiek annyira nem fogják szeretni, de legalább egy questet meg tudok csinálni, illetve technically most többet is így egyszerre. 3 questem tikkel úgy, hogy nem sokára elkészül, ami egyébként nagyon menő. Szóval hamarosan kapunk egy újabb épületfeloldást. Oké. Egy quest kész. Melyik van kész? Kapok még 3 ember. Hát az fantasztikus. Pont arra van szükségem, nem? Mindegy. Megkaptuk. Kaptunk érte egy hírnevet, kapunk egy újabb épületet. Sör. Sör miből főzhető? Kell neki agyagedény vagy hordó. Hordó gyártásom az lesz. És kell neki egyik sincsen. Tehát fantasztikus. Savanyúság. Annak is jó a hordó. És tudnánk eltenni savanyúságot, de az csak egy csillagos gyártással, az nem jó. Tudnánk bort csinálni a pincében. Na most a bor az luxus célokra használandó. Bogyóból és hordóból tudna készülni, egyébként az tök jó ötlet szerintem. A másik pedig a szárított hús opció, abból semmit nem tudunk ilyenek csinálni. Nye, az nem annyira jó. És a fűrészmalom, hát most tényleg nekem van már egész jó deszka előállításom, tehát gyakorlatilag csak a pincére van lehetőségünk, aminek értelme van. Let's go, pince! Jó. 3, 2, 1. Hódok eltökéltség. Kész, azt le tudom kapcsolni. Ezt. Kapok még jobb favágó tábor dolgokat. Így. Ugye, és akkor csináljunk már egy pincét valahova.
Mondjuk... mondjuk ide, az szerintem jó a pince. Ezt egy kicsit lejjebb tesszük ide. Ja, és amit elfelejtettem csinálni, és még senki nem szólt be érte, az bizony ez. Nincsen utam a legmesszebb levő szaromhoz, na mindegy. Azt a fát legyetek kedvesek egy kicsit gyorsabban, köszönöm szépen, pont erre volt szükségem. Van gombám, ami nagyon jó. Van egy kis fűvésztáborom valahol, aki nem csinál semmit, if I'm not mistaken, tehát te teljes nyugalommal átköltözhetsz ide. Yeah. Így gyűjteni a gombát, ez pedig brokkoli moha csomó, amit egy gyűjtögető tábor tudna megoldani, ami még nincsen. Tehát azt pedig ide tesszük mögé, ezt pedig megnézzük, hogy mit tudunk vele kezdeni. Most már van annyi kövem, vagy tengerivelőm, hogy akár ki is tudnám bányászni zöldségért és tojásért, de megint csak azt mondom, hogy több esélyét látom annak, hogy inkább ki akármézzük, hogy kapjunk belőle több nyereségpontot, és közelebb kerüljünk a győzelemhez. Jó. És akkor ez a fakitermelő, ez nyugodtan elbírhat még egy hódot. És aztán majd áttesszük ide mindjárt, sőt, lehet, hogy már most átteszem. Áthelyezés ide. És legyetek kedvesek itt kivágni a mindent. Menjünk bele abba a veszélyes tisztásba. Ja, és közben kész van még egy questem, még több ruhát fogok tudni gyártani. És kapok még több egyéb mindent. Ami azt jelenti, hogy kapunk még egy újabb épületet, mert kész egy questünk, és elértük a következő pontot. Füstölőház, ugye a szárított hús gyártáshoz nem lenne rossz, csak nincsen hús, amiből szárítsunk. Kemence, a szenetállítelő, a szén az nem rossz összességében, de annyira nem is jó. Tehát, hogy oké, értem, fából rakjunk ki szenet, mert jó tüzelő, fantasztikus, szuper. Szárított húsból tudnék gyártani dolgokat, de hát, mint ahogy ezt a mellékát ábra mutatja, még mindig nincsen semmink, amiből szárított húst gyártsunk. Vagy pedig írnok, aki tekercset tud gyártani. Hát mondjuk fából és borból tekercs, azt hogy? Már úgy a logisztikát azt ugye elképzelném, hogy így fából és borból tekercset gyártunk. Ok. Másik opció a sör, ugye se gyökerünk jelenleg, se gabonánk, és se semmink, meg még másik semmink se. Tehát az írnokkal nem járunk jól. Ejj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 
Teljesen használhatatlan. Tudjátok mit? Nyomunk rá egy szavazást, szavazzátok meg ti, én pedig addig gyorsan elmegyek egy bióra. Mindjárt itt is vagyok.
És vissza is vagyok. Hallható, látható, minden vagyok, szuper. Jó, közben a füstölőházat szavaztátok meg. Hát egyik esetünk sokra menni, de legalább van. Jó. Van egy ilyenünk, hogy pince. Itt szeretnek dolgozni az emberek, ami azért nagyon jó, mert én is szeretem, hogyha ott dolgoznak az emberek. Nézzük. Borból jó a kannás. Meg igazából ebből a kettőből bármelyiket használhatjátok. És... egyelőre ennyi. Gyártsatok nekünk bort. Két emberke. Ezeket itt most egy kicsit kiradírozzuk. Ti még mindig gyűjtögetitek a gyűjtögetni valókat, nem? Ti nem tudnátok egy hajszányit gyorsabbak lenni? Amúgy. Értem, hogy nem nagy hatékonysággal gyűjtik, de akkor is. Azért... ja, bár amit összeszednek, azt valószínűleg rögtön siskababbá változtatják itt. Teszek ide még egyet. Na jó, nem kell négy. Így. Hadd örüljenek. Ők itt ezt szeretik csinálni, és gyűjtik a kristályos harmatot is. Ők itt kőfaragnak. Fogjunk, hogy mindjárt elfogy a kőfaragó tábor? Pont most fogja kiírni, hogy nincsen semmije? Igen, ebben meg nincsen ember. Egy ember, két ember. Ti menjetek csak nyugodtan, és kapjatok egy utat ide, hogyha már egy mód van rá. Az meg mindjárt megtörténik ott. Ja, te meg aktiváljad már magad, please. Valahogy így. Gyűjtögetnek, gyűjtögetnek, csinálják a dolgokat, nagyon jó. Hirtelen boldogok a sajtkészítők, meg a gyíkok. Nincsen lelőhely a kőfaragó tábor közelében. Hát ez veri szomorú. Akkor bizony deaktiváljuk és kitesszük ide, ahol nem zavar senkit. Legyen itt több helyem. Az elkészült, kaptam pénzt. Jöhet a veszélyes tisztás kipucolása. Ennyi fám van egyébként, végtelen sok. Mit tudunk még esetleg a fából kezdeni? Ők favágó tábor, tehát ők fát termelnek, teljes meglepőségünkre. Ugyebár, vagy meglepetésünkre, azt tudom, mit beszélek. Oké, ez bőrből tud esetleg vizes tömlőt gyártani, az nem érdekes, ő pedig tekercset tud gyártani fából és borból, hát ezt köszönjük most nem. Akkor azt mondja, hogy remediáljuk még, amit esetleg lehet. Ők hegesztik a bort, szuper. Ők hegesztik a szövetet, szintén szuper. Bort azt nyugodtan. Vagy bort, bőrt nyugodtan kivehetett belőle. És... kiképző felszerelés még szintén nem érdekes számunkra. Ez kapott egy szintet, ami nagyon jó. Szuper, szuper. Ilyen épületeim vannak még, amik hasznosak lehetnek, bármi, ők gyűjtögetnek, ők nem gyűjtögetnek, mert le vannak állítva. Ez egy kezdetleges munkaállomás, akik gyártják a téglát. Tudok én bármi jobban téglát gyártani? Még nem. Akkor ők nyugodtan gyártsák tovább a téglát. Kereskedő ez. Ács. Ácsi bácsi maga, nem Mohácsi. Csinálja a végtelen mennyiségű deszkát. Deszkából én mit tudok építeni? Van bármi épület, ami feldolgozza a deszkát?
ellátó az hordót tudna ellátni. Szerintem azt ide is tesszük. És meglátjuk, mit sütünk ki belőle. És van egy füstölőház, semmit nem ér. Kifőzde, izé, ez az amaz. Menedékek. Ó, most jut eszembe, hogy még kell építsek egy házat, mert hogy ugye van suddenly egy marék hajléktalan izénk. Hát mondjuk oda jó lesz a marék hajléktalan emberünk. Viszont megint boldogok a gyíkok. Ú, és kapunk jó kis nagy parancsokat. Azt mondja, hogy Felegvár építése. Küldjek 12 csomag építőanyagot. Ezt meg tudnám csinálni, de egyelőre annyira nem hatékony az építésem rá. Gyorsabban mozognak majd a falusiak. Vagy pedig 2 darab ősi táblát kell, és kapok érte szárított húst, pitét és bort. Szárított hús és a pite az megdobná a többiek jó kedvét. És úgy is mindjárt bevágunk egy glédbe, egy veszélyes glédbe, úgyhogy ezt kiválasztjuk. Nézzük. Kereskedelem és luxus. Csinálják csomó bizbaszt, vagy ne. Na, legyen legalább 16 gyíkmunkásom 30 másodpercig. Teljesen meglepően pontosan 16 munkásom van, úgyhogy azt bizony, mint az állat 30 másodpercet meg is tesszük. És elfogyott a radioaktív zöldlötyim. Na, ti. Ja, hogy a hordóhoz kell izé is? Az nem jó. Az nagyon nem jó. Akkor bizony, legyetek kedvesek élelmiszercsomagot előállítani. Hát meg ezt is előállíthatjátok technikai, de azzal sokra nem fogunk menni. Meg ezzel sem megyünk sokra, úgyhogy ti legyetek kedvesek, ott dolgozzatok a valamin. Azt mondja, hogy raktártűzhely ez az amaz. Jó estét, Atis! Halló, kívánok! Azt nézem, hogy valamire rá kell frissítsek, mert az a subscriber badge az nem olyan, amit mi állítottunk nálad. Nem tudom, hogy te hogy látod magad oldalán, én nálad most úgy látom, mintha egy default subscriber badge-ed lenne, ami nem hiszem, hogy jó, mert nekünk van saját. Na kérem, teljesítettem egy quest, ez ugye automatikus tárgyeset. Kaptam érte egy csomó egyéb dolgot, és választhatunk még egy épületet. Gyíkház, az egyébként rohadt jó lenne, mert sok a gyík. Emberház, abból is van egy jó pár, vagy kocsma, ahol a falusiak pihenhetnek, luxushatnak, és bor kell hozzá. Igen, 3 hónapos badge, de nálad a default, a kék színű háromszög bizbasz van, vagy a sajátunk, tehát a... Nem, vagy az a sajátunk? Ennyire nem láttam még a sajátunkat. Lehet, hogy az a sajátunk. Na jó, ezt majd megnézem. Never mind that. Szóval, ki szereti a luxust? Ezek közül a jótét lelkek közül. Igazából a hódok. Hódoknak jó a luxus. Akkor lehet, hogy tényleg az a sajátunk a háromszöges. Nevermind-en. Tehát ha megépítek egy kocsmát, és kapok belőle luxust, az a hódoknak jó. Ha emberházat veszek, az embereknek jó, és az emberek vannak jelenleg a legközelebb ahhoz, hogy jókedvűek legyenek. Hmm.
Hát ebből emberház lett. És akkor... Ja, tudom, mit akartam csinálni. Akartam építeni még egy... Nem akartam még építeni még egyet, mert eladtam a hozzá kellő szarokat. Hát... Oh well, that's very sad. Anyway. Akkor lepakolok egy-két emberházat, csak így a... végekre. Legyen több jókedvű emberünk. És megérkezett a kereskedőnk, ami nagyon jó. Ugyanis... Nézzük, mit árul. Kisgazdaság. Kisgazdákat árul, mit nem? Zöldséget és gabonát tudnék termeszteni, hát most már nem fogom lebontani a másikat, tehát ez annak nincs sok, sok értelme. Végsütemény állítható elő a kemencében és az esőmalomban. Doesn't matter, mert nincsen búzám. Harmadik pedig minden megtermelt sör után jár három bor. Jaj, micsoda hanyag egy főzde, de nem tudok sört se termelni, úgyhogy ezekből megint csak lófasz se érek, ami szomorkás hangulatom. Jó, mi az, amire mindenképpen szükségem van? Igazából semmi, majdnem teljesen önellátó vagyok, és jól működünk. Igazából lehet, hogy ezt a 40 követ azt megvenném a hölgyeménytől. És eladok érte egy pár dolgot. Mondjuk ezt. Há, vagy két darab szerszámot. Öt darab ilyet, meg egy kevés fát. Ugye? És akkor van 40 kövünk. Ja, meg még azt akartam, nem nincs nála semmi egyéb, ami engem érdekelne. Jó. Akkor ő hat kereskedője magát. Hát, vagy igazából eladhatok még egy százasnyi fát. Úgy. Így. Adjunk még annyit rá, hogy meg legyen 6-25. Tessék, hadd örüljön neki. Így. És akkor... nincs más hátra, mint előre. Bevágni a veszélyes glade-be, és megnézni, hogy milyen eseményeink vannak ott. Ugye itt el tudnak jönni rendesen, el tudnak jönni rendesen. Tehát... fösvény-ösvényt ide kipattintok. Csak nagy gyorsasággal. Két emberház. Hol tartottam? Kellene még emberház. Mondjuk oda, pont jó helyen vagy. Jó. Most oké, hogy éjszaka van és mindenki lassabb. Ah, nem lassabbak, mert van házuk. Tehát, hogyha nem hajléktalanok, akkor nem lassulnak le. That's interesting. Viszont mindjárt összejön a 25 darab veszélyesen viharos víz, meg az egy darab veszélyes tisztes kinyitása is. És ha van benne mondjuk két darab ősi tábla, akkor még az is. Jó. Ti már megint nem tudtok mit gyártani. I know. Akarom én, hogy kőből csináljatok téglát. Jó. Nem kérünk több élelemcsomagot. Mert elfogy a bogyónk. Itt a veszélyes glade. Nézzük, mi az event. Ez a veszélyes event azt mondja, hogy ha nem teljesítem, akkor
Összes tárolt építőanyagom, téglaszövet, deszka megsemmisül, az csúnya lenne. Ha leégetem, mondjuk tengervelő használatával, akkor a 50%-kal lassabb a betakarítás és az ültetés, amíg dolgozok rajta, viszont utána kapok rovarcsapdát, gombákért rovart kapok, az tökkül csak gombám nincsen még, kapok téglát, és kapok favágók több fát tudnak szállítani, az se rossz dolog. Vagy pedig megszelidítem magát a termeszeket, akkor amíg csinálom, addig mínusz 5 a globális eltökéltséghez, az gáz mondjuk, de még nem halálos egyik esetünkben se, és mit kapok érte? Percenként 5 rovart ad. Hát, még szép? Akkor gyikjaim, legyetek kedvesek ezt megoldani. És akkor van még egy ilyenünk, ami azt csinálja, hogy vagy adok zöldséget és kapok embereket, nem érdekel, vagy adok nekik tojást és kapok borostyánt. Tehát természetesen ez lesz a vége. És közben pedig, ami épületem nem működik, azt például át tudom tenni ide, és tudok letenni majd még egy farmot ide. Van lenmezőm, az... tökéletes lesz ide, mondjuk így, és tudok egy... mi az Isten tenni ide? Hol volt? Ez nem a kajánál volt, ugye? Egy ültetvény, ami ha ide kerül, akkor kaphat maximális darab szántóföldet. Fantasztis! Kiáltott fel hősünk megkönnyebbülten. És aztán mindjárt elmúlik a viharos évszak, és akkor a rossz kedvünk is jobbra fordul. Egyébként ez tök vicces, hogy a rossz a kedvük a viharban, tehát ez egy kicsit ilyen szezonális depresszió jellegű történet. Beteszünk egy embert. Hopp, valami történt. Ezt egyelőre deaktiválom, mert nem tudok hordót gyártani. Na már is jobb a kedve mindenkinek, ahogy elmúlt az idő. Viszont, ezt elfelejtettem, van egy olyanom, hogy ilyen, meg van egy olyanom, hogy ilyen, és majdnem megnyertük a kört egyébként. Szesz főz, de fölösleges, mert bort már tudok elállítani, hordót meg amúgy se tudok. Tégla gyár az egyébként nem rossz, de jó, tud kristályos harmatot gyártani. Hát akkor viszont ez most egy téglagyár lesz, nagyon gyorsan, úgyis majdnem mindegy, mert relatíve, mekkora rohadék nagy állat ez a téglagyár, kérem. Ha azokat a fákat vágjátok ki, aztán le tudok tenni egy téglagyárat. Ez legyen a prioritás, kacok, mert itt különben baj lesz. 2 perc alatt összerakom. Ez pedig még 45 másodperc. Téged aktivizálunk és beleteszünk egy haurot meg egy gyikot. Két ősi tábla. Oh, meg még jövevényeink. Nem, sarokkövünk van, nem jövevényünk. Nagylelkű ajándékok. Leszarom, mert már nem akarunk több embert bevonzani. Zsúfolt karaván. Megint csak leszarom. Igazából... tök mindegy ezen a ponton, mert egyetlen dolog kell, hogy befejeződjön a negatív eseményünk.
és elkezdhessek mi az Istent gyártani. Jó kedvet gyártani valamelyik népemnek, és akkor gyakorlatilag meg is nyerjük a játékot, már ezt a kört. Csak azokat a termeszeket oldjátok már meg, skacok. Jövevények várakoznak, hát ez fantasztikus. Pont erre volt szükségem, ja nem. Az 8, legalább nem 9. Jó, és akkor építsünk még egy pár darab emberházat, ha már muszáj. Így. Go-Go Power Rangers, és akkor lesz elég helyünk talán. Jó. Ti oldjátok meg, amit meg kell oldani. 15 másodperc plusz áfa. Úgy. Kész. Jó kedvünk visszatér a pozitívba. Ez meg gyárt nekünk percenként 5 rovart. Megérkezett Zorg. Mit adsz? Gyorsabb a terményelültetés. Gyorsabb a kereskedő érkezés, és végsütemi állítható elő az esőmalomban. Hát a terményültetést megpörgetjük, mert most már 2 farmunk is van, amire jó lehet. És akkor most megtrükközik egy kicsit a játékot, ugyanis a hódok jól érzik magukat, így is, úgy is, amúgy is. Mit tudok én építeni, ami esetleg jó lehet nektek? Skacok. Pincém van. Csinálom a bort. Téglagyár nem érdekes. Bánya nem érdekes. Nem vettem ki végül a kocsmát? Persze nem vettem ki a kocsmát, mert teljesen gyökér vagyok. Na mindegy. Oké. Tehát az a trükkünk fog következni, hogy megpörgetjük az embereknek a jó kedvét, ha tudok olyan cuccot venni, amit szeretnek az emberek. De még mennyire tudok? Vigyed csak azt a péksüteményt, barátom. Úgy. Meg... veszek egy kis hordót is. Meg veszek egy kis pitét is. I don't care, az összes pénzemet elköltöm, mert van mibő. És akkor 45 ilyet adja, légy szíves, meg... Te nem veszed meg a fát, mi? Persze, nem veszed meg a fát. Az 52, akkor még vegyük meg a húsodat is, meg legyen már kedves megvenni akkor még a tengeri velőnkből is annyit, amennyi kellhet. Azt jó napot. Így szadalni megnyomjuk a jó kedvet. Nem érintett 4 ember. Tehát építhetnék még 2 darab emberházat valahova. Egyet ide, meg egyet. Hova az Istenbe tudok még letenni egyet? Ami belül van a dolgainkon. Ide egyet, és akkor gyakorlatilag szerintem meg is vagyunk. Ja, ezt meg aktivizálni akartam, és bele akartam pakolni 2 gyíkot. Gyűjtsetek ti is, gyűjtsetek ti is. Az posztó termel. Az kap még egyet, mert miért ne termeljen még?
Ő nem tud miből, ja de tudna kőből termelni még téglát, mi? Let's go, termeljetek! Ez az épület, ez alszik, tehát szunnyadozik a hasadás. Ezt tudna lisztet termelni, de I don't care. Elfogyott a bogyóm. Ez sok a bor, mi? Azt a rohadt mennyi effektünk van ide lent már. Na mindegy. Embereink azok nagyon közel járnak ahhoz, hogy nagyon jó kedvűek legyenek. Tehát nincs más hátra, mint ide tenni még egy embert. És elértük a jó kedvüket. Nekik is, meg a majdnem azt mondom orkoknak, de basszus gyíkok. Úgyhogy most, amíg jó idő van, gyönyörű szépen termeljük a hírnevet. Tehát hamarosan készen vagyunk a teljes győzelmi feltételünkkel. Tada! 5, 4, 3, 2, majdnem eltaláltam. Azt mondja, hogy igen, nyerjek egy ilyet, nyerjek egy 3 játékot, kereskedjek 200 borostyán értékben, nyerek egy játékot legfeljebb 5 év alatt. Nice! És kaptam ugye még egy pecsét töredéket, meg 14 ilyen kaját. Fasza. Viszonyunk a világ térképre. Ez nagyon jó. Kaptam egy achievementet, méghozzá 2-t. Egyet méghozzá 2-t, ez jó, meg azt mondtam. Jó. Megnézzük, hogy mi történik itt a dolgokban, ugye bevállalom a tapasztalatpontot, meg a másik tapasztalatpontot, level-upoltunk, kapunk, mit kapunk? Új fejlesztéseket, allokkoltuk a hárpiákat, mint fajt, nagyon király, szeretnek alkímiában és ruhákkal dolgozni. Olvaszter, előállítható belőle réz, fürdőház, az ugye a fürdőzést kapunk, kezelés iránti vágyat elégíthetjük ki. Kádár műhely előállítja a hordót, tud jól kabátot gyártani és teát csinálni. Következő sarokkő a gazdasági bevándorlás, migráncsok, vagy mi. Az a szóba szedi ára, hogy a te település az egyik leggazdagabb a birodalomban, az új jövevények 15%-kal gyorsabban érkeznek, és még 10% árut hoznak minden egy befolyási szint után, amivel rendelkezel a kereskedőúton levő többi településhez képest. Aha, biztos. És a város tervezés, minden 10 befejezett kereskedőút után minden ház plusz egy falusit el tud szállásolni. Ez viszont rohadt jó, tehát 10 kereskedőút után tudok majd rengeteg dolgot elszállásoltatni. Standard egyenruha. Nagyon jó. Ezt nem tudom miért jó nekünk, de biztos jó. És jelzőtáblát tudunk majd gyártani. Nagyon szuper, nagyon szuper. Jó. És akkor irány a Fellegvár. Mondom, Fellegvár. És kéne unlockolnunk valamit. Kereskedő utak létesítése más településekkel. Ez egyébként nem rossz dolog. Szerintem ez lesz a következő, ami úgy effektíve hasznos állok, vagy pedig ez, mert hosszú távon ez tök jót tenne, de nem, mert ez behoz egy új játék mellékát, úgyhogy inkább ezt oldjuk fel. Ugye? És akkor megnézzük a otthonunkat, van egy ilyen ruhánk, nem tudom. Kicsit úgy néz ki, mint a Magicka nevű játéknak ugye a karakterei, hogy nem látod az arcát a sötétben, és aztán mormog valamit. Bye! Játék előzmények, mindenféle megnyert a dolog.
tutoriálokon kívül ez volt a leggyorsabb meccsem egyébként. Ez tetszik. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy mivel 2 órája megy a stream, valószínűleg még egyet már nem fog tudni megcsinálni. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy ma egy kicsit rövidebbre fogom a streamet, és majd megszavaztatom a cseten, vagy hát a Discordon, hogy akartok-e még további streamet látni ebből a játékból, mert hogyha igen, akkor természetesen nagyon szívesen folytatom, de ha nem, akkor pedig átugrunk valami következő ígéretes cuccra, mert hogy most azért van bőven még a játéktáramban ígéretes cím. És akkor ezzel együtt is én azt hiszem, hogy visszamegyünk ide. És természetesen akkor a szavazás függvényében vagy egy nehezebb nehézséget próbálunk meg a következő körben ebben a játékban, vagy a következő streamen, vagy pedig valami kellemes kis új játékot próbálunk ki. Összességében pedig a holnapi napon Gelenóval fogtok szerintem megint találkozni, míg csütörtökön Benny jön a vérrel, a Blooddal, és pénteken pedig Zoli a Baldur's Gate-tel. Egyébként erről jut eszembe, azt beszéltem Zoli kollégával, hogy lehet, hogyha ő befejezi a Baldur's Gate-et a saját végigjátszását, akkor én elkezdek egyet streamben, és nem azért, tehát nem akarok unalmasat nektek, és nem akarom, hogy ugyanazt a fajta végigjátszást lássátok, ezért én egy Honor Mode, ilyen permadeath, vagy hogy mondjam, ilyen Iron Man mód jellegű végigjátszást tervezek tolni, a lehető legundorítóbb, aljasabb OP team kompozícióval, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz-e iránta érdeklődés, mert ha igen, akkor azt mindenképpen lenyomom streamben is. Na, viszont látásra. További szép estét mindenkinek, legyetek jóit, és holnap ugyanitt, ugyanekkor. Ugyan nem én. Jók legyetek. Sziasztok!